teljesen elképesztő az, amit a balliberális szivárvány koalíció Szekszárdon véghez vitt. Bűncselekményt követhettek el az éjjel Szekszárd frakció tagjai a helyi önkormányzat segélycsomagjainak osztásakor. Ezt mondta a szekszárdi városvédők elnöke budapesti sajtótájékoztatóján. Szabó Balázs még júniusban tett a rendőrségen feljelentést, mert a jegyzőtől kikért adatok alapján rájött, hogy az éjjel Szekszárd tagok által vezetett szociális bizottság nagyjából 130 csomaggal nem tudott elszámolni. Ezt a 130 embert, mert ők a legfontosabbak ebben a kérdésben, őket kártalanítani, és mi hamarabb meg kéne kapják ezeket a csomagokat, utána pedig ugye, hogy az igazság kiderüljön, és hogyha kiderül az, hogy ezek a csomagok eltűntek és hova kerültek, és vannak bűnösök, akkor őnekik meg kell bűnhődni. Szabó Balázs azt várja, hogy igazság szülessen és bebizonyosodjon, hogy az éjjel Szekszárd frakció alkalmatlan a város vezetésre. Jelen pillanatban tehát nagyon erős a gyanú, hogy ezeket a csomagokat ellopták, eltűntek, nem tudnak elszámolni velük, és felveti ugye a kérdést, hogyha egy ilyen alapvető, egyszerű dologgal nem tud elszámolni ez a formáció, akkor mi lesz, hogyha majd milliárdos tételekkel kell elszámolniuk. A sajtótájékoztatón Volner János független országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy ősszel a Parlament Népjóléti Bizottsága elé viszi a szekszárdi csomagok ügyét. Szerinte többszörös visszaélés történt, ugyanis, mint mondta, fényképekkel bizonyítható, hogy az önkormányzati csomagok osztása több esetben ilyen Szekszárd logóval ellátott sárga pólóban történt. Ez pedig az országgyűlési képviselő szerint azt jelenti, hogy az ilyen Szekszárd a város pénzén vásárolt szavazatokat. Az önkormányzat pénzén vásárolt segélycsomagokat a balliberális ellenzék a saját segélycsomagjaiként ábrázolta a választók előtt. Ez gyakorlatilag nem egyéb, erre azt mondaná a balliberális ellenzék is, ha fordítva történne, hogy szavazatvásárlás történt. Nagyon ízléstelen akciónak tartom ezt. Szabó Balázs még júniusban tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon, mert szerinte súlyos szabálytalanságok történtek a csomagok osztásakor. Azt mondta, egyértelműen bizonyítható, hogy az éjjel Szekszárd tagok által vezetett helyi szociális bizottság nem tud elszámolni a város pénzén vásárolt adományokkal. Ács Rezső, a város polgármestere még márciusban a koronavírus járvány kitörésekor döntött arról, hogy 1000 darab egyenként 10 000 forint értékű tartós élelmiszer csomagot oszt ki az önkormányzat a helyi szociális rendszerben szereplő 703 rászoruló között. További 300 csomagért pedig a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő családok jelentkezhettek. A csomagok kiosztását és a munka koordinálását az éjjel Szekszárd tagok által vezetett szociális bizottság végezte. Utólag a jegyzőtől kikért adatok alapján viszont legalább 130 csomaggal nem tudott elszámolni az éjjel Szekszárd. Ennyi aláírás hiányzott ugyanis az átvételi nyilvántartásból. A rendőrség kérdésünkre megerősítette, hogy valóban nyomoznak a szekszárdi csomagok ügyében. Az eset miatt megkerestük Bomba Gábort, az éjjel Szekszárd frakció elnökét is. Kíváncsiak lettünk volna, mit gondol arról, hogy a nyomozóhatóság szerint a frakciójának több tagja is bűncselekményt követhetett el, valamint azt is szerettük volna megtudni, hogy tervezik-e bármilyen módon kártalanítani azokat a rászoruló személyeket, akik az aláírások szerint nem kapták meg az önkormányzat csomagját. Riportunk elkészültéig viszont nem kaptunk választ a kérdéseinkre.